Ahogy minden évben, az idén is várják a pályaválasztó diákokat az intézményben. Nyílt napok és rocsok keretein belül pályaorientációs programokkal segítik a szülőket és a leendő tanulókat. A széles kínálatot és helyszíneket ismertette Balog Attila igazgató. Intézményünk, a Tolna vármegyei SC Bezerédi István Technikuma több mint egy évszázados múltra tekint vissza a gazdasági képzések tekintetében. Mondhatjuk azt, hogy Szekszárdon, de a tágabb környezetében is ez az intézmény a szakképzésben mindenképpen a gazdasági képzéseknek a fellegvárának számít. Általában minket keriként ismernek, a köznyelv így beszél rólunk, hogy a keri. Ugyanakkor nagyon fontos azt kiemelni, hogy a kereskedelem mellett olyan fontos és vonzó, keresett, piacképes ágazatokat is a képzési kínálatunk részévé tettük, mind a gazdálkodás és menedzsment, valamint a közlekedés és szállítmányozás. Ezek a nyílt napok 2023. november 18-án, tehát szombaton, éppen ezen a héten lesz majd, ami keretében a diákoknak és szüleiknek, nagyon szeretnénk, ha minél több szülő is érkezne majd hozzánk, tájékoztatók és szakmabemutatók keretében fogjuk az érdeklődőknek az iskolánkat, illetve a képzési kínálatunkat bemutatni. A második nyílt napunk az 2023. december 1-én lesz majd, ez egy pénteki nap, amikor is játékosabb formában fogjuk közelebb hozni hozzájuk a szakmáinkat, ágazatainkat. Néhány kis ízelítőt azért ebből mondanék, lesznek nyílt óráink, illetve ami az interaktivitást fogja fokozni, az az, hogy szakmaszigeteket fogunk kialakítani. Lesz kereskedelmi értékesítő szakmaszigetünk, lesz kereskedős webáruházi szigetünk, logisztikai technikus, pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint vállalkozási ügyviteli ügyintéző szigetünk is, és itt tényleg kipróbálhatják, test közelben megtapasztalhatják azt, hogy milyen szakmákat is kínál a Bezerédi intézménye, a keri intézménye. Ezen kívül pedig lesz egy nagy volumenű szakmai és állásbőrzénk, ahova a partnereinket, a duális partnereinket és egyéb partnereinket hívunk meg, akik be tudnak mutatkozni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és természetesen a szüleiknek, hogy majd a jövőben a szakirányi oktatás idején milyen lehetőségeket tudunk a diákok felé már most tárni. Diákokat kérdeztük, miért választották az iskolát, és milyen eredményt értek el. Én logisztikai technikusnak tanulok jelenleg, és azért választottam ezt az iskolát, mert elég jó dolgokat hallottam erről, valamint a duális képzés, ugye ez a technikumhoz tartozik, és én ezek alapján jöttem ide, ugye, hogy nem csak a padban ülve, ismerkedhetünk meg a szakmával, hanem kint élesben a gyakorlati helyszínen az általunk választott cégnél is szemtanúi lehetünk ugye a szakmánknak a működésében, különböző problémák megoldásában. Én ezért választottam ezt. Részt veszek egy ilyen logisztikai társasjátékversenyben, aminek bejutottam a döntőjébe. Úgyhogy igyekszem kihozni a maximumot mindenből. Mindenképp technikumba szerettem volna jelentkezni, hiszen az 5 év alatt érettségi 10 szakmát is ad, valamint nagyon sok jót hallottam az iskoláról, és az általános iskolai pályaválasztási tanácsadó is ezt javasolta számomra, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide jelentkezzek, és elsőnek a kereskedő és webáruházi technikus szakot jelöltem meg, hisz úgy éreztem, hogy ebben tudnám a legjobban kifejezni önmagam, és ez így is van, mert úgy érzem, hogy nagyon illik hozzám ez a szakma. Ha itt végzek, akkor szeretnék azért a kereskedelemben is dolgozni, de tovább is szeretném fejleszteni önmagam.
családom vállalkozása véget, jutottam arra az elhatározásra, hogy a gimnáziumi tanulmányaimat megszakítva áttérek egy olyan intézménybe, ahol szakmai oktatásban is részt vehetek, és így esett a választásom a Kerire. A gazdálkodás menedzsment irányzaton belül a vállalkozás és ügyviteli ügyintéző szakra jelentkeztem. Az iskola családias hangulatban várja az érdeklődő diákokat és szülőket. Igazán sok oldalú bemutatkozással készülnek a nyílt napra, és várnak mindenkit nagy szeretettel.